Köszöntöm kedves nézőinket, stúdiónk mai vendége dr. Fazekas Sándor, országgyűlési képviselő, korábbi földművelési ügyminiszter. Köszöntöm szépen! Szeretettel köszöntöm én is a kedves televízió nézőket. Évvége van. Ilyenkor általában számot vetünk arról, hogy az eltelt időszakban hogyan tudtuk a céljainkat, a feladatainkat megvalósítani, és milyen eredményt értünk el. Most ha visszatekintünk, és egy kicsit nagyobb, tágabb értelemben, az országgyűlés elmúlt időszakában milyen kihívások kerültek az ország elé? Magyarország megbirkózott azzal a kihívással, hogy gazdaságilag erejében gyarapodjon, stabil kormányzattal rendelkezzen, és hát ebben az átalakuló világban a béke pártján maradjon, ami rendkívül fontos. Látszik az, hogy újabb háború is kitört itt a látóhatáron, tehát egy átalakulási folyamat látszik most. Szövetségesek néha egymás ellen fordulnak, régi háborúk újulnak ki, kereskedelmi háborúk zajlanak, hidegháborús hangokat hallani. Ez képest Magyarország a békeszigetet, és az is maradt. Szerintem ez a legfontosabb eredmény, és egyúttal garantálja az, hogy nyugodtan békésen tudjunk élni, dolgozni, és az ország gyarapodjon. Említette a háborúkat, ugye az orosz-ukrán konfliktus, illetve az izraeli konfliktus. Hogyan érinti ez hazánkat? Kell ettől nekünk tartanunk, illetve kell-e valamilyen intézkedéseket tennünk? Hát nagyon óvatosan kell lavírozni, mert már szomszédságban zajló és sokszor kielemzett ukrán háború mellett azért volt egy azeri örmény konfliktus, továbbra sincs béke Szíriában, Irakból is mindig hallani rossz híreket, és akkor ehhez képest még a Szentföldön palesztin-izraeli konfliktus is föllángolt, tehát itt kelet felől bizony a ég alja az eléggé nyugtalanító. Tehát ezekhez képest kell nekünk lavírozni azért, hogy a kapcsolatai, a jó kapcsolatai megmaradjanak Magyarországnak, a kereskedelmi, gazdasági kapcsolatok azok erősödjenek, különösen a türk népekkel, törökkel, kazahokkal, azeriekkel, üzbégekkel vannak biztató kilátások, holott ezek gyakran egymás ellen is küzdenek. Például az arab világa irániakkal szemben, Izraellel szemben, és mi arra törekszünk, hogy ezekből kimaradjunk. Ez a legjobb lenne, ha béke lenne, de a konfliktusaikat, bajaikat oldják meg nélkülünk, itt elég akár a orosz-ukrán konfliktusra is gondolni. És a magyar külpolitika, a magyar kormány ebben következetes volt. Ez látszik most a brüsszeli napi rendeken is, amelyek Ukrajnával kapcsolatosak, hogy nem tartjuk éretnek Ukrajnát arra, hogy csatlakozzon az Európai Unióhoz. A pénzügyi támogatását azt Magyarország megvétózta. Hát ez szerintem egy helyes döntés, először is ezt nekünk kell fizetnünk, magyar embereknek és a többi EU polgárnak, tehát ezt a megkérdezésünk nélkül azért nem lehet megcsinálni, és a csatlakozási tárgyalások is egy ilyen elvi első lépésnél vannak. Itt még lesz 70 olyan pont, amikor Magyarország tud vétózni, és a végén a nemzeti parlamenteknek kell elfogadni. Én emlékszem arra, hogy Marokkó már 30 évvel ezelőtt kezdeményezte, hogy EU tag legyen, és az is megfenek lett. Itt Ukrajnánál is a területét, se a népességét nem lehet pontosan tudni, és bennem a jogrendjével kapcsolatban is vannak kérdések. Tehát ezek befolyásolják a mi jövőnket, az egész régió és Európa jövőjét is. Ezért nagyon keskeny mesdjén tudunk közlekedni, és nagyon alaposan meg kell fontolni minden döntést. Utána annak a hátrányos vagy előnyös következményeire kell számítanunk. Brüsszel hazánk felé tanúsított kissé ellenséges politikája és kihívást jelentett az elmúlt időszakban. Magyarország hogyan tudott erre reagálni?
De az látszik, hogy a brüsszeli bürokraták, tehát egy ilyen adminisztratív igazgatási központ, ami eredetileg a Európai Uniót szabályozó nemzetközi szerződéseknek az őre volt, az egy önállósodott és hatalmi központtá próbál válni, miközben a tagállamok, akik alapították, illetve csatlakoztak az Unióhoz, szintén azt mondják, hogy hát ne a hivatalnokok mondják meg a megválasztott politikusok helyett azt, hogy mi legyen, vagy mi ne legyen. És apránként látszik az, hogy az ilyen szuverenitás alapján álló államok azok ugye elfogytak, vezetőcserék voltak, beadták a derekukat, jó hangzó ígéreteket hittek el, és viszonylag kevesen vagyunk, akik azt mondjuk, hogy azért óvatosan ezzel Európai Egyesült Államok az egy nagyon jó hangzó dolog első szóra, első pillantásra, de hogy ezt jobban végig gondoljuk, amit már korábban is elmondtam, hogy Magyarországnak kb. 2% szavazati aránya lenne, tehát ez leértékelni a jelenlegi nemzetállamokat. És arról is van egy vita, hogy legyen-e vétójoga ugye a tagállamoknak. Hát ez is úgy jól hangzik, hogy hát legyen inkább egyeztetés, és a vétójog, tehát a megegyezéses, konszenzuális, egyhangú döntéshozatal helyett legyen többségi. Hát persze addig jól hangzik, amíg le nem szavaznak valakit. Tehát akkor utána már jönnek a problémák, hogy akkor mégse, meg miért így, meg miért úgy. Tehát ezért fontos az, hogy az eredeti kiinduló pont maradjon, amiben az országnak vétójoguk van, amelyben az országok döntenek ugye arról, hogy mi legyen az uniónak a politikája, mert egyébként így kezdtünk hozzá. Tehát egy menet közben változtatni a játékszabályokon, az elég érdekes lenne. Ráadásul olyan, mint hogyha lenne mondjuk egy futballmeccs, vagy egy kézilabda meccs, hogy még nem is csak a bíró változtatna a szabályokon, hanem mondjuk a lelátón ülő szakosztályvezetők, miközben a játékosok meg benn vannak a pályán. Tehát egy ilyen világba kell most helytállni, és miniszterelnök úr, Orbán Viktor miniszterelnök és a kormány azért bírja a nyomást, és eredményesen küzd a magyar emberek Magyarország érdekeiért. Igen, hiszen tudjuk, több mint 1000 éves Magyarország, a magyar állam, és mindig is a történelem folyamán azért is mindig megvívta a maga harcát, és azért mindig sikeresen került ki belőle. Miniszter úr, ön a Törvényalkotó Bizottság tagjaként is tevékenykedik. Ugye az idei évben is sok-sok törvény alkotásra, illetve törvénymódosításra került sor. Tudná-e kiemelni ezek közül olyanokat, amelyek igen jelentősek voltak? A Törvényalkotási Bizottság előtt minden jogszabály átmegy, tehát itt nincs kivétel. Hát a szuverenitásra vonatkozó jogszabály az szerintem, amit ki kell emelni, ami a magyar függetlenségnek egy megerősítését jelentés. Hát sokat tudnék felsorolni, de talán én még kitérnék az önkormányzati választásokat szabályozó törvényre, illetve a fővárosi választási szabályokra. Itt több kritika is volt, ott egy arányosabb választási rendszerre térnénk át, ami már korábban is volt. És itt jöttek ugye ellenzéki vélemények arról, hogy ez mennyire szerencsés a választások 5 fél évvel módosítani. Hát annak idén 1994-ben az SZDSZ és az MSZP a választások 3 hónappal vagy 2,5 hónappal változtatta meg a törvényeket. Tehát szerintem itt azért van arra is példa, hogy még hamarabb, még közelebb volt ugye a választásokhoz, de a lényeg, hogy a szavazók akarata érvényesüljön, őket nem befolyásolja az, hogy egy jogszabályt egy hónappal a választás előtt, vagy fél évvel előtte módosítottak, mert mindegyikre volt már példa, sőt a benne foglalt jogi megoldásokra is volt példa, tehát így nem tekintetőek ezek igazán újnak. Említette a választási törvényt. Ugye a jövőre nyár elején kerül sor az önkormányzati, illetve az európai parlamenti választásokra, és mint választókerületi képviselő is hogyan látja, hogy itt a választókerületben hol tartanak az előkészületek? Érdekes dolgokat lehet tapasztalni. Az egyik az, hogy a jelölt állítás az, mintha csúszna, későbbre került volna nem az idei évnek a végére, hanem a jövő évnek az elejére, mert egy csomó helyen legalábbis az ellenzéki jelölteket nem nagyon lehet még látni. De majd biztos, hogy lesznek, akik ringbe szállnak. Nincs egy ilyen választás előtti hangulat egyébként, ami logikus is, mert igazából a kampány
az egy 2-3 hónapnál nem kell, hogy több legyen, az mindenki el tudja mondani, amit akar, aki kíváncsi, az is ugye hozzájött az információk, tehát szerintem ilyen jövő év, január vége, február környékén fog ez beindulni. Ebben szerintem két dolog is szerepet játszik. Az egyik az, hogy az emberek mással vannak elfoglalva. Tehát az életmódnak az átalakulása, a jövedelmi viszonyoknak az átalakulása eredményezi azt, hogy január közepén végéig nem nagyon lehet semmilyen programot betenni, az emberek pihennek, szabadságon vannak, síelni mennek, ami korábban mondjuk 30 évvel ezelőtt nagyon-nagyon ritkaságszámba ment. Ez az egyik. A másik az, hogy a politika iránti érdeklődés is más, mint korábban, mert pörög az élet, mobiltelefonról lehet, okostelefonról lehet tájékozódni, az információkhoz hamar hozzá lehet jutni, nem kell beülni mondjuk 12 lakossági fórumra. Az emberek hozzászoktak ahhoz, hogy házba jön az információ, megnézik a tévében, megnézik az interneten, és akkor már a kíváncsiságok az ki is van elégítve. Tehát más jellegűek ma már a kampányok is, egyre inkább átkerülnek az elektronikus média világába. Maradjunk még egy kicsit a térségnél. Ugye az elmúlt évben több pályázati lehetőséggel tudtak élni a települések. Mondhatnánk itt a Magyar Falu programot, vagy a TOP pályázatokat. Hogy látja, miniszter úr, hogy hogyan tudtak fejlődni az egyes települések? Tudtak-e élni ezekkel a pályázati lehetőségekkel? Elég gyakorlott önkormányzatok vannak, én úgy látom, hogy sikerült kihasználni mindent maximálisan. Gyorsan fejlődő a térség, csak mi itt élünk, és nekünk nem tűnik fel olyan mértékig a változás, de akár most is tettem egy kört az ipari park felé, hát ott kezd megtelni a terület, és még további fejlesztésekre lehet számítani, vagy most például csapadékvízelvezetési munkák zajlanak, ami nagyságrendileg komolyabb műszakilag, mint amit korábban évtizedekkel ezelőtt meg lehetett csinálni. Tehát ezek a betonburkolatok például magának a munkának a színvonal egész más, mint amikor kézzel kellett még kiásni az ákokat, mert máshogy nem lehetett megoldani. Tehát itt is van egy olyan fejlődés műszakilag beltartalomban, ami korábban nem volt elérhető. És az intézményfelújítások, sportlétesítmények itt Karcagon is, de a körzet más pontjain is mutatják azt, hogy az oktatási és jóléti beruházások is folyamatban vannak. De ami a legfontosabb az, hogy a 4-es autópálya is ütemesen halad, tehát nem sokára eléri a várost, még ha most nyilván leálltak ezek a munkák a csapadék miatt, de a mezőgazdaságnak meg az kell. Tehát én úgy látom, hogy itt a térség jó irányba halad, és hát jó pár lemaradásunk van, de a teljes közművesítéstől azért nem vagyunk már messzire. Említette a mezőgazdaságot, illetve a csapadékot. Hát azt elmondhatjuk, hogy a 2023-as év az igen meleg év volt. Meleg és száraz év. Igaz, hogy most évvégén sok-sok csapadék van, eső formájában már a havat várnánk. Hogy látja a mezőgazdaság helyzetét? Hát az időjárásnál nagyobb problémákkal kell megküzdeni. Ugye a mi teljességünk kevés csapadékot kapott ellentétben az ország más részeivel. Az idén is most ezt pótolja ugye a természet. Itt inkább a nagy kihívás most az, hogy a Európai Unió megnyitotta a tranzit útvonalakat az ukrán gabona számára, ami nem Afrikába ment az éhezőknek, hanem Európába mindenhová. Így a belső piacainkat is megtöltötte, és az exportpiacainkat is elfoglalta ez a olcsó gabona, ami többek között azért olcsó, nem azért, mert nem tudnak termelni a magyar, vagy az olasz, vagy a szlovák gazdák, hanem nem vonatkoznak rájuk azok a szigorú környezetvédelmi, meg élelmiszerbiztonsági, élelmezésbiztonsági szabályok, amik itt nálunk megvannak. Mondjuk a vegyszer használatnál, itt már bebizonyosodott, hogy az káros az egészségre az a vegyszer, vonjuk ki, ne szennyezze a környezetet, ne betegítsen meg bennünket, ott pedig használják. És ezt Afrikába el lehetett adni, vagy az araboknál, mert a kis pénzű embereknek, meg a nincs talentnek, ugye ez is egy segítség, de az unió területére nem lehetett behozni. Védővám volt. Most ez megváltozott, most ide is jön, és ha egyszer bőtt, akkor nincs az ember, aki megmondaná, hogy abba a péksüteménybe, vagy abba a kekszbe, vagy linzerbe, abban mi van pontosan.
Tehát lehet, hogy nem jelenik meg az ukrán liszt így a polcon civilbetűvel, de az élelmiszerekben, a kenyérben, stb. Ott megjelenik tésztafélékben. Tehát ez egy komoly probléma, ez igazából borítja az egész Európai Unió mezőgazdaságát, mert a növénytermesztés kell az állattartáshoz. Más termékek is jönnek be, olyan tartási körülmények között élő állatoknak a húsainkban, mondjuk ilyen ketreces csirke telepekről, amit már nálunk leszereltek, betiltottak, át kellett építeni, oda kivitték ezeket a lebontott ketreceket, fölépítették, és most abból jön be a csirke. Ugye a boldog csirke vannak az unióban, pedig nincsenek ilyen, nem is tudom, ilyen csirke jogaik nincsenek, mert azt ugye az a tartási rendszer még nem biztosította, ott egy csirke egy ilyen AP4-es papíron fér el, nálunk két AP4-es papír a normája, ha jól emlékszem, tehát annyi területen, tehát össze vannak zsúfolódva. De emiatt egész Európában át kellett alakítani a baromfi tartást, a kerteszes baromfi tartást. Na most nálunk kétszer akkora területen, értelemszerűen fele annyi csirke van a ketrecben, mint az ukránoknál, ahol a régieket használják. Tehát biztos, hogy olcsóbb, még ha nem is boldogok azok a csirkék. Maradjunk ennél a példánál, de még 20 másikat is lehetne felhozni. Tehát miközben az ukrán mezőgazdaság nem hatékonyabb, nem eredményesebb, még a GMO-val, meg az amerikai tőkebefektetéssel sem, mint mondjuk a magyar, a lengyel, vagy a osztrák, vagy bármelyik az Európai Unióban, mégis versenyelőhöz jut azáltal, hogy más körülmények között kell neki, vagy más körülmények között termelhet. Egy kedvezmény ez a számukra, és hát nyilván ezzel élnek is. A ukrán kereskedelem és a világ az eléggé rászállt erre a témára, meg vannak a partnerei Európán belül is, tehát ezzel nem lesz könnyű megküzdeni az elkövetkező években, az egész magyar mezőgazdaság szerkezetét módosítani, átalakítani kell ahhoz, hogy talpon tudjunk maradni. Lassan lecseng ez az év, hiszen már csak pár nap van hátra, 2023-as évből, de ilyenkor mindig egy kicsit előre is tekintünk. Hogyan látja hazánkat, és ezen belül városunkat a jövő évben? Hát Magyarország szerintem jobb év elé néz, mint ami mögöttünk van. A háborúk azért csitulni látszanak. A béke mellett elkötelezett emberek száma az nőtt, egész Európában és a harcoló feleknél is. Mindenképpen biztató. Karcok pedig Magyarország egyik leggyorsabban fejlődő zónájában van, hiszen most a kelet-magyarországi régió az, amely a legtöbb fejlesztéssel dicsekedhet, tehát biztató időszak előtt állunk, és én remélem, hogy ez így is lesz, és tudunk élni majd a lehetőségekkel. Ez egy nagyon jó záró gondolat, és zárjuk így ezt a 2023-as évet. Nagyon köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, és köszönöm szépen a beszélgetést. Boldog karácsonyi ünnepeket, és boldog új évet kívánok! Köszönöm! Kedves nézőink, köszönöm szépen figyelmüket, viszontlátásra!